Sziasztok, ez itt az After Podcast, én Sajó Dávid vagyok. A mai vendégem pedig nem más, mint Király Linda énekesnő. Szervusz, Linda! Szia! Nagyon-nagyon fontos elmondanom, hogy egyrészt, hogy nyilván ismerem a Linda munkásságát már nagyon-nagyon régóta, viszont az, amiért én el akartam mindenképpen őt hívni a műsorba, még bőven az előtt, hogy a műsor egyetlen létrejött volna, szóval de meg volt a fejemben, hogy mindenképpen akarok egy interjút, az a Dalfutáros produkció volt, ami egyrésztről az a részében te szerepeltél, szerintem magasan az egyik legjobb epizód volt, mert volt dráma, összeveszés, összenemillő emberek, ahogy hallom, alkohol is, fontos, és metal hörgés, és akkor tűnt fel az, hogy miközben itt vagy te most már 20 éve Magyarországon, mint a köztudatban, rólad igazából csak a bulvár sajton keresztül lehet tudni kiemelt részeket. Meg egy pár dolgot, hogy Amerika, meg fiatalon kezdted el, viszont szerintem tök keveset beszélgettél, vagy tök kevesen interjút láttam vele, ahol úgy igazán kérdeztek volna a magánéletedön kívüli dolgokról is. Vagy a sólyomon kívül, vagy a nem tudom mint kívül. Pontosan, ezért gondoltam arra, hogy tök jó lenne, hogyha egy kicsit beszélnénk rendesen a zenei részről. Én nagyon örülnék neki. Mert hogy én emlékszem arra, hogy kérlek szépen, szerintem köztünk egy olyan 6-7 év lehet korkülönbségben, de én már a Szerelem az utolsó vérig, a Big Brother időszakot azt már úgy kiskamaszként megéltem, és emlékszem, hogy akkor így berobbant a Király Linda, aki, tudod, és a klasszikus ez a magyar szó, hogy Amerikából jött, amerikás kiejtés, angol énekel, és milyen jó hangja van. És azon kívül, hogy Amerikába jött és apukád zenész, azon kívül egyébként viszonylag kevés info jutott el szerintem az emberekhez. Tudsz egy kicsit mesélni, hogy te akkor Amerikában nőttél fel, ott tanultál zenén, vagy ez hogy történt? Hát kint születtünk a tesókkal, mind a hárman, New Yorkban pontosabban. Kint jártunk suliba. Igazából szerintem talán 10 éves voltam, amikor legelőször jöttem Magyarországra egyáltalán. Nyári szünetre jöttünk. A szüleim a Dömdödöm táborba raktak be minket, úgy, hogy még nem beszéltünk magyarul rendesen, tehát hogy elég vicces volt. Mindegy, egymással kommunikáltunk a tesókkal. De hát teljes ilyen csodaország, tehát hogy aki Amerikában születik, meg ott nő fel, neki ez, Európa az ilyen úristen. Arról nem is beszélve, hát ugye a szülők mindig meséltek arról, hogy milyen volt az igazi zenész élet, és hogy az igazi klasszikus, meg jazz zenészek innen származnak. Tehát hogy azért nagyon-nagyon szép képet kaptunk, de attól függetlenül ugye kint nőttünk fel. Én szerintem 13 éves voltam, amikor a Juilliardnak az előkészítőjébe felvételiztem, ez a Bosse's Cultural Arts Center, az volt a neve. Az az igazság, hogy én eléggé ilyen kis furi, különc kis gyerek voltam, nem igazán találtam meg a helyemet, viszont amikor végre felvételiztem ennél a sulinál, akkor ez hogy volt? Aztán évente 600 gyerek próbálkozott, és kettőt vettek fel. Én voltam abban az évben az egyik, és klasszikus szakon. Viszont amikor bekerültem abba a suliba, akkor végre úgy éreztem, hogy megtaláltam a közegemet. Tehát ott onnantól kezdve tudtam azt, hogy valamit zenével kapcsolatosan. Soha nem volt bennem az, hogy feltétlenül énekesnő akarok lenni. Én a zenébe menekültem, nekem az volt a biztonság. Úgyhogy bekerültem ebbe a közegbe, elkezdtem tanulni, klasszikusan énekelni, közben ennek a sulinak volt suli után egy ilyen gospel kórus, ugye Harlem gospel kórus. És mindig oda mentem, minden egyes délután. Az iszonyat jó bulinak mindig. A feleségemmel szoktunk mindig erről beszélni, hogy ha valamit hiányolunk a magyar egyházi, vallási világból, az ahogy a feketék a gospelt éneklik Amerikában. Igen. Hogy az valami jó érzés lehet. Nagyon, nagyon. Aha. Tehát olyan szintű energiaáramlás jön ott, hogy az valami hihetetlen, és nekem a legjobb barátaim mind oda tartoztak. Aha. És imádtak, szerettek engem, de hát én voltam az opera énekesnő kislány, és egyik délután mondták, hogy jöjjek már el a próbára, és hallgassam meg őket, és gondolták, hogy akkor engem megviccelnek egy picit, és mondták, hogy gyere Linda, énekelj már egy szólót. Jó, oké, énekelek itt a gospel csajok között egy szólót. És elkezdték, azt hiszem, az Amazing Grace volt, és biztos, hogy az volt bennük, hogy elkezdem, hogy tehát, hogy elkezdek, mint egy opera énekesnő. És tök furcsa volt, mert
egy teljesen más hang jött ki belőlem, tehát elkezd Amazing Grace, és így mindenki nézett, hogy ez most de én is, tehát hogy látszott rajtam, hogy sokkot kaptam, hogy ez most mi ez a hang. Én nem tudom, hogy mi volt, de belém ívódott az a soul, az a nem tudom mi, és onnantól kezdve ez a kettősség megmaradt bennem. Uh-huh. És ez a mai napig bennem van. Én itt szoktam küzdeni nagyon sokat néha, mert ugye ott van az a klasszikus énem, ott uh-huh. van ez a soul, ott van az a rock uh-huh. énem, ugye uh-huh. Fater az rocker volt. Uh-huh. És én e között így bolyongtam nagyon-nagyon sokáig. Viszont, visszatérve az, hogy hogyan alakult az egész, ott kezdtem el igazán megtalálni magamat. Aztán az anyukám beteg lett, petefészek, méhnyakrák, és kint kezelték, hát azt hiszem majdnem 2 éven keresztül volt kemoterápia, 2 műtét, és azt mondták az orvosok, hogy kevesebb, mint 13%-a volt túlélni. Mm. És akkor volt az, hogy az anyukám azt mondta, pedig addig egy szava se volt soha, egy eszméletlenül erős nő, tehát tényleg példakép ilyen szempontból, azt mondta, hogy hát, hogyha ez a helyzet, akkor ő otthon szeretne, nem is szeretem kimondani. Mm-hmm. Ja, persze, igen. Persze. Úgyhogy fogtuk magunkat, és mindent gyorsan eladtunk, és jöttünk. Eredetileg úgy volt, hogy összesen 1 évet leszünk uh-huh. itt, mert annyi időt adtak neki. Uh-huh. Még ráadásul írni, olvasni egyáltalán nem tudtam magyarul, beszélni épp hogy tudtunk, tehát hogy ez a hanglist, ahogy éppen aha. eszünkbe jutott. Aha, aha, aha. A tesókkal a mai napig csak angolul beszélünk. Tényleg? A mai napig. Igen, mert nagyon-nagyon más a természetünk, amikor uh-huh. magyarul beszélünk. Tehát angolul van egymás között egy ilyen száraz, ironikus humor, csípkelődünk, uh-huh. és ez az én szövegeimbe is, uh-huh. is kijön, tehát most már hál' Istennek már tudják, hogy ez az én stílusom, és ezért keresnek fel, uh-huh. hogy másoknak írek, mert hogy van egy ilyen száraz, ilyen ironikus. Csíki? Igen, aha. igen, picit ilyen, de hogy mondjam azt, hogy képes vagyok, hogy mondják, mi az a szó magyarul? De látod, ilyenkor nem... Mondom, hogy segítek, hát az a lényeg, ilyen hogy szászi, de közben tudok őszinte lenni, aha. és tudok tükörbe nézni, és saját magammal aha. egy picit röhögni, uh-huh. tehát hogy önironikus, meg nem uh-huh. tudom, hogy milyen szavak uh-huh. vannak erre, tehát hogy van egy ilyen oldalam, úgyhogy a mai napig csak angolul beszélünk. De hát ugye ide jöttünk, és akkor én felvételiztem a Konziba, uh-huh. a Bartókba, uh-huh. klasszikus szakon. Hát az a menet klasszikus se volt. Klasszikus szakon? Klasszikus szakon. Szóval, hogy azok után, hogy kiderült, hogy neked megvolt az a nagy gospel éneklés, hazajöttél és nem mertél, vagy nem akartál? Nem az, hogy nem mertem, hanem folytattam. Tehát ugyanúgy aha. szerettem a klasszikus. Tehát, aha, hogy én értem. Még ráadásul drámai koloratúr szoprán voltam, tehát hogy britka elvileg az ilyen, uh-huh. és még ráadásul van egy teljesen más. Tehát gondolom az a testesség azért tud megjelenni, mert hát megvolt az a drámai része. De hát nem akartam abba hagyni, mert hát elindultam ezen az úton. Uh-huh. Egyáltalán nem volt az bennem, hogy akkor most életem végéig uh-huh. énekesnő leszek, de úgy tök jól éreztem uh-huh. magam ebben. Viszont akkor elvételiztem a Konziba, akkor voltam szerintem 16, és akkor oda mentünk, és azt mondták, hát meg se akartak hallgatni, mert hát, hogy 16 évesen nincs olyan, hogy drámai koloratúr szoprán. De mondta, könyörögtől, de azért hallgass már meg a lányokat, de könyörögtől, hallgassad már meg. És még ráadásul, de nekem nagyon sok minden elindult kint, amikor ezt így félbeszakítottuk. Uh-huh. Egy csomó versenyt megnyertem, a 13 évesen a Carnegie Hallba énekeltem, a Kacagó áriát, a Káronómét, tehát hogy, uh-huh. hogy már elindult valami, felfigyeltek uh-huh. rám, egy Disney-sek, tehát hogy volt uh-huh. egy-két dolog, ami így indulgatott, de nyilván anyukám a fő, tehát hogy miatta uh-huh. bármit persze. Az hogy ezek, hogy Disney-sek felfigyeltek rá, ez bocsak, ezt így ne hagyjuk már csak így lógva, hogy hát Disney-sek felfigyeltek rá, a következő lap, hogy ez hogy ezek ki? Hát ugye, amikor megnyerek egy ilyen versenyszerűséget, aha. igazából az énektanárom rakott be, és akkor van lehetőség ugye a Carnegie Hallba, uh-huh. akkor olyankor nagyon-nagyon sokan eljönnek meghallgatni. Hát aha, igen, aha. mert azért az nem egy kis dolog, hogy, uh-huh. hogy 13 évesen vannak lányok, akik éppen ott énekelnek, és akkor fel tudnak figyelni, és már kerestek. Tehát, hogy
tök izgalmas volt, de még mindig az volt bennem, hogy nem feltétlenül ezt akarom hosszú távon. Mm-hmm. Tehát nem az a gyerek voltam, aki az... Én mindenféleképpen híres akarok lenni. Tehát, hogy én örültem, hogy el tudtam bújni mindenki elől, és így a zenébe belemászni. Aha. Tehát, hogy nekem az volt a kis biztonság. A kórusban éneklés az nagyobb biztonságot adott neked, mint mondjuk, ha szólóba énekeltél? Abszolút. Aha. Hát aha. Még ráadásul iszonyú lámpalázas aha. vagyok. Tehát, aha. hogy botrányosan. Aha. Úgyhogy nagyon vicces. Tehát, bocsi, ott szakítottak meg, hogy egyébként, hogy igen, hazajöttél, igen. és nem akartak engedni énekelni. Igen, és akkor szép lassan végre meghallgattak, és akkor mondták a végén, hogy hát ezt nem értem, ő már kész. Tehát, hogy már kifejlett a hangom, és akkor folytattam a tanulmányomat. Ami nem volt egyszerű, mert úgy kerültem először a konziba, hogy mindent ott tanultam, tehát töritől kezdve, matekre, úgy, hogy nem beszélem a nyelvet rendesen. Tehát, hogy én azt hittem, hogy kitépem minden egyes hajszálamat. Nem volt egyszerű. És akkor a végén úgy döntöttünk, hogy fél napot, mert az öcsém egyenesen egy angol nyelvű gimibe mentek. És te miért nem? Mert hogy én a konziba menjek, nem tudom. És akkor végre azt találtuk ki, hogy akkor fél napot a tesókkal megyek, és akkor töri, mit tudom én, nyelvt, mindent ott tanulunk, meg magyarul is, végre, rendesen. És akkor a második felét a napnak pedig a konziba töltöttem, és akkor ott volt meg csak a zenei tanulmányok. Úgyhogy elég izgalmasan indult. Az a fura, hogy akkor neked anyukád meg apukád is magyar. De kint nem volt magyar kommunikáció köztük, mert volt. Az nem tiszta nekem soha, hogy ők miért és hogyan költöztek ki, mert ez mindig rohadt érdekes volt a rendszerváltás előtti időszakból, hogy apukád a Jotom az Eastbe is játszott, dobosként is csomó zenekarban, édesanyád szintén énekes volt, szóval hogy az ő történetük is szerintem legalább annyira izgalmas, mint a tiéd. Abszolút, sőt, tehát igen, a fater a Univerzálnál, meg Colorban, Kovács Katival, anyukám pedig a Zalatnai Sarolt, a Cini és a Tiniknél, ő volt az egyik Tini. Szukik, és úgy találkoztak, hogy szerintem a Kimit tudná, ők egymás ellen versenyeztek, vagy nem tudom mi volt, úgyhogy nagyon vicces kis sztori. Nem, ők úgy mentek, Nászútra mentek ki. Aha. Kalandvágy, Nászút, és ott ragadtak. Egy kicsit hosszúra sikerült a Nászút. Úgyhogy igazából ez történt, pedig azért egy nagyon szépen kifejlett életet hagytak itthon, és a nulláról kezdték, de tényleg a nulláról. Tehát minden nélkül. Csak azért, mert nálad szerintem, meg a tesódnál is, hogy csomószor elhangzik az ilyen zeneipari berkeken belül, hogy na hát a király tesóknak azért nem volt olyan nehéz, hiszen apuka befolyásos zenei figura, mert hogy az IMI-nál volt kreatív igazgató, tudod, jóval ilyesmi. Jóval később. Na ezt akartam kérdezni. Jóval később. Aha. Az nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kérdezni. Sőt, én már akkor nem is dolgoztam apukámmal, amikor ő az IMI-nál. De te ezt megkapjátok gyakran egyébként? Persze, hogy kapjuk. Nem, és még ráadásul ugye az amerikai dolgok, amiket elértünk, ahhoz se volt köze az apunak, mert az apuként, még a legelején szerepelt egy ilyen jazzlemezen, mint dobos, de hát amikor megszületett három gyerek, és nem volt pénzük egyáltalán, akkor ő abba hagyta a zenét, úgy, ahogy van. Tehát, hogy köze nem volt a zene szakmához Amerikába, tehát ezeket mind mi értük el. Minden esetre még ráadásul a szülők egyáltalán nem akarták, hogy zenészek legyünk, tehát hogy Isten ments, kislányom, kisfiam, érted, valami normális szakmád legyen, orvos, ügyvéd, valami. Hát a háromból kettőnek nem sikerült annyira okosnak lenni. A Ben öcsém szerencsére jól döntött. De minden esetre, tehát nekünk az első lépés volt az, hogy neki bizonyítsuk, hogy ezt halál komolyan gondoljuk. Tehát, hogy nem az volt, hogy mit tudom én, kislányom, mivel én zenész voltam, te is az leszel, és nincs mese. Tehát, hogy ezt nem akartuk, úgyhogy itt az volt az első lépés neki bebizonyítani, hogy ez komolyan. Nyilván utána már támogattak minket, tehát hogy nekik fontos volt az, hogy de ők mindig ilyenek voltak. Bocsánat, hogy össze-vissza mászkálok, de hogy mindig ilyenek volt nekünk, mindig. Tehát gyerekkorunkban 13 vagy 14 évesen volt az első munkám. Tehát, hogy ők úgy neveltek minket, tehát nem úgy, mint a kinti gyerekek, akik mindent kaptak a fenekük alá. Ugye mit tudom én, akartam venni egy hajcuccot, egy hajkefét, egy nem tudom én, akkor menjél el dolgozni, kislányom. Tehát, hogy nekünk, hál' Istennek így neveltek minket, és ezért szerintem vagyunk képesek újra és újra felállni. Mert hát azért legyünk őszinték, nekem eléggé hullámvasút volt az karrierem, meg az életem. Na minden esetre ide kerültem, konziba jöttem klasszikus szakon,
aztán közben meg egy ilyen kis funk zenekart összeraktunk, azzal ott kiéltem azt a másik énemet. És szép lassan kerültem egy olyan helyzetbe, ahol a Dobrai Gyuri, aki a Szerelem utolsó vérégnek a rendezője, hallott engem énekelni, és akkor bemutatott a Pici bácsinak, vagyis a Presser Gábornak, hogy ezt a lányt meg kell hallgatnod, és akkor rám írta a Szerelem utolsó vérég dalt, és akkor egyik percről a másikra azt sem tudtam, hogy mi történik velem. Ezt akartam kérdezni, hogy nekem az a legdurvább, hogy én, aki, és nevet bántásnak, nem szeretem az ilyen számokat annyira. Ez már az a, most nemrég visszahallgattam megint, és azon filóztam, hogy hú, ez aztán tényleg az ultimate szerelmes szám, hogy ennél szerelmesebb számot már nem is létezik. Ilyen, igen, és mondom, hogy most már azért 33 évesen már nem biztos, hogy annyira tudok azonosulni egy ilyen dallal, viszont a refrénjére máig emlékszem. Igen. Az máig megvan, konkrétan a dalszövegből idézni tudok szó szerint részeket neked. Mi volt, megvan-e az a pillanat, amikor először érezted, hogy hoppá, itt történt valami nagyon nagy áttörés? Én szerintem akkor éreztem először, amikor a film bemutató volt. És az a durva, hogy nekem ilyen szelektív memóriám van ilyenkor, tehát hogy teljesen kizárom az ilyen durva változásokat az életemben, de elvileg az volt, hogy miután ugye a film végén ment le az egész dal, és ott elvileg állva tapsoltak. Tehát én nem tudom, hogy ez nem maradt meg bennem. És utána jöttek a fotók, és akkor hívogattak, hogy a fotózások, de én szerintem akkor éreztem igazán, amikor a presszerrel a stúdióban voltunk. És nyilván nagyon-nagyon sokat gyúrtunk, mert akkor még nagyon erős akcentusom volt. Hát azért röhögök, mert mit tudom én, pont a Starban volt az, hogy egy-két ember engem utánzott, és az volt a fő dolog, a szerelem az utolsó vérig, tehát ezt direkt kiemelték. Lehet, oké. Akkor presszer volt, ahol érezted azt, hogy hoppá, itt kezd valami alakulni? Igen. Mennyi idős voltál ennél a dalnál? Hát szerintem 16 voltam, amikor felénekeltem, kb. 17, amikor kijött. 17-18 felé. És utána jött egy-két évvel később már a Big Brother-nek az intro zenéje. Igen. És te akkor gyakorlatilag egyik pillanatra a másikra boom, így itthon berobbantál. Tök érdekes, hogy én elkezdtem így nézni az ilyen nagyon korai felvételeket rólad, és nekem volt olyan érzésem, hogy és nem bunkó ez a meglátás, hogy ugye ekkoriban 2000 környékén vagyunk, 2001-2 környékén vagyunk, ugye ekkoriban ment nagyon Amerikába ez a Britney Spears, Christina Aguilera, csinos, fiatal, már-már diáklányszerű szőke popénekes lányok. És egy picit, ha csak a külsőségeket nézzük, te ebben még bele is illettél szerintem akkor. Igen. És hogy amellett, hogy fantasztikus hangod van, még mintha ez is egy kicsit közrejátszott volna benne. Te éreztél ebből valamit, hogy erre rá is akarnak játszani egy picit? Akkor na, ő jött a Király Linda, az Amerikából jött Tini lány, akiből megcsináljuk a következő nagy magyar popstárt. Én nem tudom, hogy feltétlenül ilyen direkt módon lett volna. Azt tudni kell, hogy amikor a magyar közönség megismert, Istenem, akkor fogytam le életemben először. Azt tudni kell, hogy előtte majdnem 90 kiló voltam, 16 évesen. És eszméletlenül erősen bennem volt az, hogy volt egy, mondanak egy példát, volt egy lehetőségem egy ilyen szépségversenyen fellépni, és a Whitney Houston I Will Always Love You-t énekeltem. Óriási élmény volt, mert hát az volt az első ilyen visszajelzés, hogy úristen, vastaps, és hogy tetszettem, és júj, tudod, egy kislány élmény, úristen! Meg mondtad azt, hogy kicsit félsz is a szerepléstől. Rettegek. És lejöttem a színpadról, és én tök büszke voltam, megcsináltam, és elénekeltem, és tetszettek is, jaj, de jó. És akkor a két lány beszélgetett egymással, hogy de kár értem, mert hát gyönyörű hangja van, de hát így, ilyen formában semmi nem lesz belőle. Tehát, hogy ott elkezdődött ez az egész az én fejemben, mint egy fiatal lány. Ez így visszajutott hozzád? Ez visszajutott, igen, visszajutott hozzám, hallottam. És tudom, hogy nem szemétségből akarták mondani, de hát ez az nagyon-nagyon megütött. Aha. Tehát olyan sokáig hallgattam azt, hogy pláne itthon, hogyha nem vagy ilyen, akkor pláne abban az időszakban. Igen. Hát ugye, mert ez volt a divat, hogy mindenki ilyen szőke és énekel, igen, amiről beszéltünk. Igen, pontosan. Viszont nekem
ott kezdett el valami egy picit így megtörni aha. bennem. Tehát, hogy ott jött az a pont, ahol már azt éreztem, hogy hát hú, gyerekek, én nem ezért kezdtem el énekelni. Aha. És ott egy kicsit így elkezdett mocorogni bennem az, hogy nem vagyok annyira komfortos uh-huh. ebben a helyzetben. És ez nagyon-nagyon sokszor ugye visszaköszönt ugye életem során uh-huh. azóta is. Kint is, amikor aláírtam a lemezszerződést, én esküszöm, én nem is tudom, ez ahhoz képest tök vékony voltam, aha. nagyon fit voltam, és mondták nekem, hogy hát figyelj, 2 hét múlva videoklip, tessék leadni még egy nem tudom 10 kilót, mondom, honnan? Ez hol volt, amikor ezt mondták? Ez még New Yorkban. Aha, te konkrétan jöttél, aha. És azt mondta aha. a főnök, hogy tessék még. És akkor viccesen próbáltam visszakérdezni, hogy hát de mi a gond? Az, hát, hogy nagy melled, feneked, mondom, de hát ott a J-Lo, meg ott a nem tudom, hát jó, de hát te fehér lány vagy, és egy fehér popénekesnő, az nem lehet ilyen. De mondom, bocsi, de hát ilyen vagyok, tehát nem tudok mit csinálni. Ez így konkrétan elhangzott, hogy te nem élesz bele a fehér énekes lány sztereotípiába? Pontosan. Aha. Hát ez akkor divat volt, hogy aha. így megmondták, hogy aha. ez van, kislányom. Úgyhogy annál a pontnál elindult ez a... És ez nagyon-nagyon, hogy mondjam, tehát nagyon-nagyon belém rakott egy ilyen görcsöt olyan szempontból, hogy amikor elkezdtem a kis nyugalmi, kis kényelmes helyzetemet uh-huh. Amerikában, bekerültem ebbe a suliba, uh-huh. senki nem mondott itt szót arról, hogy hány kiló vagyok, hogy uh-huh. hogy nézek ki, hanem én voltam a lány, aki ezt is énekli, meg ezt is énekli, igen. és ezért szerettek és tiszteltek uh-huh. engem. Úgyhogy itt valami elindult, ami nem volt uh-huh. annyira egészséges ilyen szempontból. És ez, hát... itthon, ez itthon is megkaptad akkor? Igen. Akkor a... Hogy nézett ki az időszak, amikor te a szerelem utolsó vérig, Big Brother időszakban elkezdtek veled foglalkozni 16-18 évesen, akár sajtószinten, akár más szinten, mert tudod, Amerikában is szokták mondani, hogy aki tidiként gyerekként lesz kvázi sztár, azok általában 25 éves korukra a drogfüggők lesznek, vagy öngyilkosok, vagy teljesen leépülnek, és nézd meg a Macaulay Culkint, aki csak most szedi össze magát 40 fölött. Igen. Neked is volt egy ilyen, utólag visszagondolva, neked is volt egy időszakod, amikor azt érezted, hogy ez egyszerűen ez túl sok? Sokszor. De mik voltak azok a pontok, ahol azt érezted, hogy még ez itthon is ennyire erősen jelen van? Amikor az ember ennyire fiatalon belecseppen egy uh-huh. ilyen helyzetbe, pláne egy új országban, új nyelv, uh-huh. Anyukám beteg, tehát hogy sok-sok-sok uh-huh. minden volt. És nem készültem erre, tehát hogy nem az volt, hogy gyerekkorom óta én erre készülök, és akkor fel van készülve valamilyen uh-huh. szinten. Igazából nem lehet felkészülni, de valamilyen szinten, igen. Az nagyon nehéz feldolgozni. Pláne akkor, amikor kapod a pofonokat, uh-huh. meg a bántásokat. Amikor ugye egy fiatal lányban, bennem az volt, hogy én adni akarok, tehát hogy én örömet szeretnék uh-huh. okozni, én érzelmeket szeretnék átadni, van mondani valami, ezt át akarom adni. És hirtelen minden a külsőségről uh-huh. szólt. Hogy néz ki? Ja, hát Amerikából jött így könnyű. Fogalmuk uh-huh. sincs senkinek arról, hogy mindentem keresztül hogyan, semmi. Uh-huh. Meg nyilván, hogyha bakizok egyet, akkor életünk végig, hogy uh-huh. tormentáljuk ezt a szerencsétlen lányt, tehát szenvedjen. Tehát, hogy ez nagyon nehéz volt feldolgoznom, uh-huh. hogy én nem értettem, hogy ez miért működik uh-huh. így. Tehát, hogy nagyon-nagyon sokszor volt, ugye mondtam is, hogy hullámvasút volt uh-huh. az egész karrierem. Sokszor volt az, hogy elegem volt. Én szerintem pontosan ezért is alakult ki nekem ez az állapot, nem szeretem azt a uh-huh. szót, hogy betegség, ami kialakult uh-huh. bennem, visszafojtottam, uh-huh. jött a pajzsmirigy. Mit tudom én, jött az agyalapi mirigyes adenoma, jött a mit tudom, tehát hogy sorolni igen, tudnám. Valószínű azért, mert hát én összeszorított fogakkal, azt mondtam, hogy jó van, oké, újra és újra fel aha. kapom magam, összeszedem magam. Tehát, hogy van, aki így jön uh-huh, ki, aha, hogy drogfüggő, igen, vagy aha. nem tudom mi, van, aki meg fizikailag. Meg fizikailag, aha. Úgyhogy nem volt egyszerű, az biztos. Most már túl sokat kerülgettük szerintem ahhoz, hogy ne beszéljünk a himnuszos blamáról. Nyilván az van, hogy én emlékszem erre a felvételre, tényleg az van, hogy minden, meséltem én is neked az én életemből kellemetlen sztorít, és hogy... Vannak ilyen dolgok. Igen, egyébként tök vicces a Linda az adás előtt, mert ő maga is a himnusz sztorít, és erre mondtam azt, hogy tök jó, hogy úgy tudik, hogy ez te is egy ilyen, bárcsak ilyen kb. Viccként kezel. Való igaz, hogy ez már 17 éve volt, jaj. Ami egyébként megdöbbentő, hogy egy ilyen apró dolog 17 éve történt, és mi mindig erről beszélnek egy emberrel kapcsolatban. Nem is tépkedném annyira sokat a sebet, inkább az érdekel, hogy ebbe akkor azért szólt közre egyszerűen, hogy mivel nem itt nőttél fel, és még a magyar nyelvet bőven
tanultad, ismerkedtél vele, egész egyszerűen csak ezért, amikor mindenki vele fordul, elfelejti a dalszöveget, és nála pont egy olyan esetben történt, ami a himnuszra annyira büszke magyar népnek egy ilyen örök sebet ejtett a lelkén. Hát figyelj, az az igazság, hogy bennem is fiatal lányként, én is tinédzser voltam, eleve volt bennem egy iszonyú súly ezzel kapcsolatosan, eleve féltem tőle. Nyilván nem nőttem fel úgy. Előtte énekeltél már himnuszt? Magyar nem. Aha. Nem, hát én kint nőttem fel, tehát hogy nekem ezt meg kellett tanulnom, bármennyire furcsa ez, tehát hogy otthon Amerikában nem énekelték otthon a szülők minden nap. Persze. Tehát hogy, és egyszerűen már olyan szintű görcs volt bennem ezzel kapcsolatosan is, hogy már szerintem már így, mindegy, voltak nagyon-nagyon csúnya körülmények, amikről nem szeretnék már belemenni, mert minek. Tehát, hogy persze. Voltak olyan dolgok, ami miatt még jobban kijött ez a lámpalász. Technikai problémák, meg szervezési. Minden. Aha, minden. Aha, szóval minden összejött. Minden összejött, amit valaha el tudna képzelni az ember. Bocs, hogy nevetek, jó, nem kéne nevetni rajta egyébként. De figyelj, most már hál' Istennek én is tudok, tehát, hogy emberi tulajdonság, hogy hibázunk. Kimentem, lefagytam, a saját nevemet nem tudtam volna mondani, és még ráadásul az egészet úgy kezeltem, hogy a nyelvet sem tudtam rendesen, tehát azt, amit szerettem volna mondani, azt rosszul mondtam el. És ezért mindenki azt gondolja, hogy ez valami konspirációs teori volt, hogy ezt direkt csináltam. Nem direkt csináltam. Egy fiatal lány volt, aki beszart, már bocs, hogy így mondom. Utána ugye a videó nem mutatja, hogy a fateromot kihívtam, és együtt elénekeltük végig, és akkor ott a helyszínen ez ennyi volt a történet. Azt utána tovább vitték, mert hát nyilván sajnos ez egy emberi tulajdonság, hogy nagyon gyorsan törtem be, nagyon hirtelen. Keresni kellett valamit, amivel tudunk. Ami lehet rákcsálni egy kicsit. Igen. Összefügg a te, ha jól tudom, te utána nem sokkal később Londonba költöztél. Aha, nem sokkal később. Összefügg az ezt követő időszak, hogy összefügg-e a himnuszos sztoridnak a... Hogy menekültem? Hogy azt akarom, hogy nyugodtan mondd ki! Nem menekülés akarok mondani, csak az van, hogy... Nem. Ha én ennyi idős lennék, és valamilyen történelem, valószínűleg én is el akarnék bujdokolni a világ elől. Teljesen logikus a kérdés, nem. Tehát, hogy nem direkt volt, így alakult az élet, jött egy lehetőség. Aha. Volt valaki, aki hallott engem, azt mondta, hogy gyere ki egy ilyen zeneszerző táborba, ebben a zeneszerző táborban találkoztam két producerrel, aki nagyon megszeretett engem, ez Németországban volt, és utána áthívtak Londonba, és ott kezdtünk el dolgozni, aláírtam egy szerződést, tehát, hogy így hozta az élet, valószínű, hogy vigyáztak is rám, hogy egy picit pihentessem a dolgokat. Igen, valószínűleg kicsit könnyebb volt, mert gondolom, hogyha itthon maradtál volna még, akkor nem tudom, hát azért kaptam itt így is, úgy is, tök mindegy volt, hát jött az internet korszaka, aztán mindegy, hogy mit csinál az ember, találkozni fogok vele, de nem direkt volt egyáltalán, így alakult az életem. Amikor kijöttél a Holler című szingüllel, az már ez a londoni időszaknak a munkája volt. Igen, ez a műszti. Igen, erről egy kicsit beszéljünk már, mert tudod, Magyarországon mindig van ez a messze jött ember azt mondani, amit akar mondás, ami egyébként egy tök szép magyar mondás. Szerintem tudod, hogy mindenki volt már Amerikában, meg Londonban, mindenki ismer olyan zenészt, aki már ott volt majdnem közel ahhoz, hogy befusson, de valamiért éppen valami nem jött össze. De emlékszem, amikor kijött a Hallernek a klipje, akkor az volt bennem először, hogy wow, ez egy olyan szám, amit simán odaadsz tényleg a Britney Spearsnek, meg ez egy tökéletes, nyugati, még akkor még volt MTV, még volt értelme az MTV-nek pontosabban. Egy nagyon profitusnak tűnt, és mondtam, hogy hoppácska, a Király Linda miután itthon gyakorlatilag elásták a föld alá azért, mert elszöntek himnuszt, kiment, és azt mondta, hogy kapjátok be, akkor most megcsinálom rendesen faszán nélkületek. Aztán végül láttam veled interjúkat, hogy ott a szerződésekkel, ahogy nem volt rendben, ott mi történt? Mi volt az egész történet? Te kaptál meg egy 5 évre szóló lemezszerződést? Igen, de az nem London, az Amerika. Az már Amerika volt, aha. Tehát Londonban az történt, hogy ott kezdtem el dolgozni egy produceri csapattal, elkezdtem zenéket szerezni velük. Összeraktunk nem is tudom hány darab dalt, amit írtunk, demókat. És akkor az akkori produceri csapat azt mondta, hogy jó van, szerintem most már ott tartunk, hogy hozzunk be egy menedzsmentet. Aha. Elkezdtünk menedzsereket keresni. Közben készült az egyik klip, ugye a Hala, meg egy-két dolog, tehát hogy már azért ezt próbáltuk párhuzamosan csinálni, hogy azért valami induljon el közben. És aláírtam egy menedzsmentet, most így utólag, hát nem utólag, akkor is tudtam, hogy ez... Shady?
Most is egy nagyon neves valaki, nem tudom kimondani, nem tudok nagyon belemenni, de Shady, mondjuk így. Hogy ő most egy aktív zenei menedzser, és mit keresett neki, számít? Aha, és akkor, de hogy akkor te... Mondjuk egy kicsit most kilépett így a zenei részből, és azt garantálom, hogy Amerikában nem fog többet dolgozni. Miért nem beszélhetsz erről, hogy ki volt ő? Szerződés. Még mindig van egy szerződés, ami aktív? Ahhoz, hogy én megkapjam a szabadságomat, ahhoz nem szabad részleteznem, hogy mi pontosan mi történt. Ahhoz, hogy te egy olyan szerződést írtál alá, bocs, hogy ezt feszegettem, nyilván nem mondja olyat, amit nem mondhatsz, csak próbálom érteni a helyzetet, hogy te aláírtál egy szerződést ez menedzsmenttel. Non-disclosure. Igen, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag ameddig élsz, addig nem mondhatsz róluk rosszat? Hát kb. Aha. Kb. És de belemegyek, tehát hogy van, amit el tudok mondani. Ne haragudj, ez olyan történet, ez baromi érdekel, mert most, amikor tudod, a MeToo mozgalom, meg az egész ilyen kicsit ilyen, mint hogy egy kicsit kitisztulna egy picit a popkultúra a világon, szerintem ilyenkor tök fontos arról beszélni, hogy mondjuk a 2000-es években hogyan használták ki az olyan fiatal énekesnőket, mint te. Én ezért vagyok kíváncsi erre, hogy akkor itt most pontosan ez hogy volt, mert ez baromi érdekes. Bocs. Gyorsan levezetem. Jó. Tehát aláírtam akkor ezzel a menedzsmenttel, kiküldtük a demókat különböző lemezcégekhez Amerikában, mert ők azt mondták, hát figyelj, amcsi lány vagy, amcsi kiejtésed, inkább itt próbálkozom, mert hogy Londonban nem biztos, hogy elfogadják még egyenlőre. Jó. Tehát, hogy onnan induljunk el. Jó, kiküldtük, és akkor egy jó pár lemezcég visszaszólt. A legizgalmasabb nyilván az volt, hogy az Universal, Motown, Jézusom, tényleg? Ki is repítettek oda, és szürreális volt, olyan volt, mint egy ilyen filmjelenet, tehát beléptem ebbe a nagy irodába, az irodán belül volt egy ilyen mini színpad, odaálltunk a kis zongoristámmal, és akkor elénekeltem 3-4 dalt, nekik saját szerzeményeket, és ott a helyszínen így megfogták a kezemet, és azt mondták, hogy te nem mész sehova, te itt írsz alá. Szürreális. Aha. Tehát, hogy ilyen még nem fordult ez az, elő. Ez amit olvasol a sztorikba általában, igen. És kb. Meg se tudtam szólalni, tehát, hogy nem... Sokkot kaptam, és akkor arról beszélünk, hogy majd, hogyha az emberek utána akarnak nézni, akkor Monty Lipman, Doug Morris, ez a két atya úristen a zenei világban, Amerikában, meg világszerte. Az egyik most a Universalnak a főnök, a másik azt hiszem az... EMI-hoz mondta? Nem tudom most, mindjárt lehet, hogy hülyeséget mondok. A Doug Morris a... Nézzük már meg, tényleg. Egy fél pillanat, Doug Morris, kérlek szépen, he's the current chairman of the 12 Tom Music Group, previously served as chairman and igen, a Universal Music Groupnak volt a vezérigazgatója, 95-11-ig, majd utána a Sony Musicnak volt, 11-11-ig, hát egy befolyásos figura a lemezipadban. Mind a kettő, a Monty Lipman a másik, igen. És akkor mind a ketten ott voltak, és az elég vicces volt, mert úgy indult, hogy a Monty Lipman volt az, aki visszaszólt, hogy én szeretném őt meghallgatni. Tehát ő volt az első, aki felfigyelt rám. Viszont amikor a Doug Morris hallott engem élőben, hát akkor ő kitalálta, hogy ő lenne az én Clive Davis-em, és hogy akkor úristen, és akkor ő átvitt az ő irodájába, és akkor először még úgy volt, hogy akkor Universal Motownhoz írok alá, aztán a Monty belépett, hogy na, én hoztam a lányt, akkor Universal Republic. Tehát végül is a Universal Republic-nál kötöttem ki. De hát ez mind egy család. Amúgy szereted a Motownt? Csak azért kérdezem, mert hogy úgy... Szerintem. Jó, én is nem szeretem a Motownt. Szerintem. Akkor majd egy picit, nem a Motownhoz vittek, hanem a Republichoz? Egyébként vicces volt, mert én esküszöm, gyerekkoromból emlékszem arra, én nem tudom hány éves lehet, 8-9 éves lehettem, és volt egy álmom, hogy és én mondtam is a szüleimnek, hogy én a Motownhoz leszek aláírva. És így néztek rám, Universal Motown, és akkor arra gondoltak a szüleim, biztos azért mondom, mert hogy az apó Universalnál dobolt, tehát hogy úgy kapcsoltam igen, a kettőt. Na mindegy, úgyhogy tök érdekes, igen. Vicces sztori. Na, és akkor átvitt a Republichez, igen. Így van, és akkor elkezdtük a munkákat. Na most kezdjük ott, hogy már eleve volt egy probléma, hogy ki mit akar belőlem kihozni. Doug Morris azt akarta, hogy én legyek a következő Mariah Whitney, tehát nagy ballada énekesnő, nem tudom mi közben, a Monty Lipman, aki a Republicnak a főnöke volt, az egy rádióbarát. Egy kicsit ilyen bubblegum popposabb vonalat. Így van. És ő meg ezt akarta. Tehát, hogy elkezdődött az, hogy 826 ezer darab demót készítettem, és mindenki egymással őrjöngött, hogy nem mi ezt az irányt akarjuk. Nem mi ezt az irányt akarjuk. Közben meg úgy voltam vele, hogy basszus, hát
írtam egy zenei anyagot Londonba, ami miatt aláírtatok velem, azzal mi van? Aha. Tehát az egy tök különleges, más vonal volt, és az én mondani valami, és nem tudom. Tehát egyszerűen nem értem, mindenkivel dolgoztam. Akkor ott jött az, hogy mit tudom én, a Walter Afanasieff, aki ugye a Mariah, meg a nem, Celine Dion, meg mindenkinek a producere volt. Akkor Ryan Leslie, Rodney Jerkins, ugye Rodney Jerkins-el készült akkor végül is az első Maxim, ami a Can't Let Go című dalom, amit már ugye már kinti rádiók játszottak, a Billboard írt róla. Tehát elkezdtem a rádióturnét. De mindegy, de viszont ugye a cégen belül voltak ilyen harcok ki, hogy stilisztikailag mit csináljunk a Lindával. Bocs, te nem érezted azt, hogy ne haragudj, hogy én erőszót használok, de kb. Ez már ilyen emberkereskedés feelingje van, ahogy termékek emberek... Termékek voltunk. Hát ezt akarod, igen. Szóval ezt abszolút mondom, hogy téged akkor ott egy fiatal, kora 20 éves lányként ez nem viselt meg, hogy bocsi, idős fehér férfiak azon vitatkoznak, hogy te mi leszel, ami egyébként nem vagy. Igen, igen, és ők döntik el, hogy hogy nézzek ki, azon kívül pedig azt azért hozzáteszem, hogy egy lemezcégnél voltam az Amy Winehouse-szal, meg a Prince-szel. Láttam is a Prince-t, kóta kezdődően egyébként, akartam kérdezni. Hát ő mentorom lett végül is, és ő életmentő, tehát ő később, amikor elindult a Balhé menedzsmentemmel, ő segített abban, hogy ő szerezte meg nekem, vagyis a saját ügyvédjét adta nekem. Prince? A Prince. A Landell McMillan lett az ügyvédem végül is, mert amikor voltak csúnya dolgok, kiderült, hogy az akkori ügyvédem a menedzsmenttel dolgozott együtt, tehát voltak itt nagyon csúnya haladjunk dolgok. Haladjunk időben, mert figyelj, ne haragudj, de csak az, hogy Prince elküldi neked az ügyvédjét, már az megérne egy külön három órás beszélgetés. Szóval szerintem, miatt még teljesen remegek az izgalomtól, mit fogsz mesélni, haladjunk sorrendbe. Jó. Szóval ott voltunk, ugye, hogy összevesztek a különböző kiadó főnökök. Így van, hogy nem értettek egyet, hogy milyen irányba kéne engem előrevinni. És ezért 2-3 éven keresztül folyamatosan küldözgettek jobbra-balra zseniális producerekhez, de hát nem haladtunk előre, mert hogyha végre volt egy dal, amire azt mondták, hogy ez jó lesz Maxinak, akkor a másik főnök jött, hogy nem. Én ezt a nagy éneklőset akarom. Tehát, hogy ez emiatt volt az, hogy ott ülünk, és nem tudom, 3-4 lemeznyi anyagot összeraktam, és nem tudtunk előre haladni. Összeraktad, az azt jelenti, hogy te is írtad meg a zenét hozzá? Közösen írtuk, igen. Tehát, hogy én mindig co-writer voltam mindenben. Szóval csak nem is az, hogy te csak egy énekes vagy, aki elénekli a megírt mindent, hanem te részesen, te részese voltál. Én szerző is vagyok, így van. Úgyhogy ez nagyon-nagyon frusztráló volt, és akkor volt az, hogy átköltöztetek New Yorkból Los Angelesbe, aztán ott voltam egy ideig, tehát hogy az volt, éreztem, hogy iszonyúan frusztrál az, hogy nem haladunk sem erre. Közben láttam, hogy ugye a londoni menedzsment, az ők is kezdenek frusztráltak lenni, mert hát akkor mikor jön be már a nagy pénz? Igen. Hát mi történik itt? Úgyhogy haladunk előre, akkor összekerültem a Walter Afanasieff által, az Eric Benet és a Chaka Khan, és a Jimmy Jam and Terry Lewis, aki ugye a Prince-nek az eredeti zenekara, The Times. Igen. Figyelj. Komolyan mondom, én néha csípkedem magam, hogy mi? Tehát hogy? Van egy olyan sztorim, anyám óriási Prince rajongó. És az egyik szülinapjára az volt az ajándékom neki, hogy kirepítettem New Yorkba, Los Angelesbe, és akkor volt a BET Awards, a Grammy díj után van a BET Awards. A Black Entertainment Awards, igen. És meghívtam oda, meglepinek, ott ültünk, előttünk ült a Jamie Foxx, meg mindenki, tehát hogy de izgalmas, anyám így. És akkor mondtam neki, hogy megyünk egy utóbulira. Nem mondtam el, hogy hova megyünk, és oda mentünk szépen kocsival, megérkeztünk hát Prince-nek a házába. Úgyhogy elvittem a Prince-nek az utóbuliára. A Prince-nél volt az afterparty? Igen, Prince-nél volt az afterparty. Figyelj, azért Prince-nek a bulizási szokásairól lehetett ezt-azt hallani. Az hogy nézett ki a Prince-nél egy afterparty? Figyelj, elmesélem, hogy ez milyen volt. Szürel, és ez is. De ez olyan volt, hogy beléptünk. El kell képzelni, hogy hófehér volt az egész belső tér, kivéve egy óriási Prince jel, lilában. Nyilván, persze. Kanapé lila, tehát hogy fehér lila. Beléptünk, jobb oldalt volt a konyhában állt a Will.i.am, a Mariah Carey, a Pharrell, igen, bal oldalt a kanapénél volt az Erykah Badu, akiért én élek halott, imádom. Akkor ugye a Time zenekar, mindenki ott volt. Tehát, hogy tényleg ilyen elég jó bolynak hangzik, anyám, igen. Te, így. Hol vagyunk? Nickelback.
ez most jön, szia, hello, oké. Tehát ilyen tényleg nagyon durva. És akkor jött egy pont, hogy mindenki leült a kanapéra, és akkor fölkapták a hangszereket, a Time zenekart, a Jimmy Jam, Terry Lewis, és fogott egy gitárt a Prince, és akkor elkezdtek ott a kanapé előtt csak úgy zenélgetni. Táncokat csinálták, akkor mindenki elkezdett énekelni, velük vokálozni, mellettem ült le az Erykah Badu, ekkora kalappal, gyönyörű nő egyébként, és hát ott énekel mellettem, és bökötteg ezt, hogy tercelj már rám, a Prince mellett döntötték, hogy kezdjen énekelni. De az Erykah Badu szólt rám, hogy tessék tercelni. Jó, igenis, tehát jó van. Persze, tehát szürelés. Hihetetlen, hihetetlen élmény. A mai napig olyan hálás vagyok, hogy olyan emberekkel voltam körülvéve, meg olyan emberekkel dolgozhattam, akik gyerekkorom óta példaképek. Tehát tényleg, visszatérve. Szóval Los Angelesben vagy. Én most voltam anyukáddal Prince-nél egy házi buliba, minden valószínűleg csupa lila köd. Persze, teljesen, tehát teljesen szürreális az egész. És akkor az Eric Benével végül is nagyon-nagyon-nagyon jó barátságban lettünk, tehát hogy ő egyszerűen egy tünemény. Tehát hogy igen, vannak sok rossz hírek róla, ugye az Halle Berry-nek az ex-férje volt, de egy zseni-zseni énekes, meg zenész, és lett egy közös duettünk. És ez a Love and Life című lemezén volt rajta, I'm in Love with You című dal. Ez felkerült, és még ráadásul kétszeres Grammy-díjra lett nevezve ez a lemez. Tehát, hogy azért itt voltak nagyon-nagyon izgalmas dolgok közben. Te a Grammy jelölésnél kreditálva voltál? Igen. Szóval te hivatalosan kétszeres Grammy jelölt vagy. Hát az a lemez, ami rajta vagyok. De igazából, hát valamilyen szinten, igen. Azért az menő. De abszolút menő. Közreműködni, hogy ilyen ott vagyok, mint duett, és jelölve van két lemez. Én igazából onnan résznél, hogy te a Prince-nél voltál házi bulizni, és Erykah Badu bögdösött téged, hogy tercelj mellette, én már ott igazából egy kicsit úgy így csak pislogok mellett. Igen, én is. Igazából kicsit sajnálom azt a részt, amikor majd el fogsz térni arra, hogy na és akkor innentől mi történt, ami meg nem volt annyira pozitív, mert hogy ezek a történetek mindig olyanok, hogy minden magyar, aki egyszer eljut egy ilyen helyzetbe, annak van egy olyan sztoria, hogy te figyelj, együtt barbecue-ztam a Lana Del Rey-jel, tudod, még ilyesmi? Igen, és lehet, hogy nem hiszik el, vagy én tudom, hogy mi volt. Én ezt neked simán elhiszem, mert elég konkrétan leírtad a helyzetet. Hát igen. De oké, most Los Angelesben vagy, átküldtek oda. Mindig egy maxid jött ki talán, azt mondtad. Hát épp hogy. Épp hogy, igen. Igen, és elkezdtünk rádióturnézni. Ugye elkészült a videóklip, tök jól mentek a dolgok, aztán jött a hír, hogy itt valami volt a háttérben, amiben nem mehetek bele, de anyagi dolgok voltak a háttérben, amit a menedzsment által történtek. Az volt a lényeg szerintem, hogy ugye cégen belül nem tudták eldönteni az irányt. És ezért ez tényleg éveken keresztül húzódott. És én szerintem a menedzsment inkább gyorsan akart pénzhez jutni, és akkor itt kezdődtek a balhék. Na most ahhoz, hogy én tovább lépjek, ahhoz nekem meg kellett bontanom a szerződést a menedzsmenttel. Hát ez nem volt könnyű. És ez került még nem tudom hány évembe. És ez volt az, hogy a Prince-nek a ügyvédje, Landell McMillan, tehát hogy konkrétan megmentettek. De hogy került képbe egyáltalán? Hát úgy, hogy a Prince mindig mesélte, amikor beszéltem vele erről. De van egy kicsit, hogy kerülsz te olyan helyzetbe, hogy a Prince-tel beszélgess? Mert hogy ne haragudj, hogy gyakorlatilag az egyik legfontosabb, ez, nem tudom. És legnagyobb példaképpen. Igen, zenészről beszélünk, de meg úgy van, hogy amikor a Prince-tel beszéltem, szóval, hogy oké, hogy ott volt a házi buliában, de hogy kerültetek ti telefonos kapcsolatba? Hát mi egy lemezcégnél voltunk, tehát hogy azért ez egy kis szakma, amikor bekerülsz úgy. Sok ember van leszerződtetve. A Republicnál az elég szelektív volt. Aha, most már értem akkor. Igen, tehát hogy Amy Winehouse, Prince, én, meg még volt egy pár ilyen rapper, tehát hogy azért voltunk egy páron, de ez nem olyan volt, hogy mit tudom én, 826 ezer. És te oda mentik hozzá az egyik felvételén, hogy szia, imádlak téged, beszélj velem egy kicsit. Nem, egyébként a Monty Lipman, a Universalnak a főnöke mutatott be. Aha. És de most is elvörösödök, mert olyat mondott egyébként neki. Tényleg egy kicsit elvörös egyébként. Hát mert akkoriban az első szerelmemmel voltam, aki szintén zenész volt, de ő inkább, tehát hogy ő még nem tartott ott egyáltalán. Zseniális zenész volt egyébként, tehát hangszerelt, meg énekelt, meg nem tudom mi.
viszont egy nagyon komoly zenei családból származott. Sly and the Family Stone, mond valamit? Elővegyem a bakelitet, ami itt van, azt kell volna kiraknom akkor, ne hülyeskedj, hát persze. El tudod képzelni, hogy nekem milyen voltak a karácsonyi vacsorák ott? Tehát, hogy az első szerelmemnek az apja volt a Freddy, a Sly volt a nagybátyja, a Rosie az énekes volt a nagynénye. Tehát, hogy na, és azt kell tudni erről, hogy a Prince óriási Sly and the Family Stone rajongó. És a Monty Lipman oda ment hozzá, hogy figyelj, most írtam alá ezzel a lányát, tudod, hogy kivel van? Hogy kivel jár? És onnantól kezdve így félre lökte a Monty, és oda jött hozzám, gyere ide, és onnantól kezdve mi barátok voltunk már. Oh. De hát teljesen elpirulta, hogy azzal indított, hogy hát tudod, ő kivel van? Meg Jézusom, Úristen, nagyon kellemetlen volt. És onnantól kezdve valahogy, nem tudom, így féltett engem. Uh-huh. Tehát tök egyedül voltam kint, ugye az egész család itthon maradt Magyarországon. És akkor elkezdte mondani nekem, hogy ide figyelj, senkiben nem bízhatsz, minden maradjon a tiéd, mondom, hát később már aláírtam a szerződést. De egyébként Rásó Prince ugye erre nagyon figyelt is, mert neki azért, ugye például neki a zenéi is se kerültek fel nagyon sokáig sehova, ő Rásó még külön nagyon, egy külön kis halmazt alkotott a szigorú zenészek világában. Figyelj, képzeld el, hogy ugye volt az eredeti lemezcégnél a Prince-nek ez a balhéja, hogy nem akarták visszaadni a jogait. Aha. És akkor találta azt ki, hogy elengedi a Prince-et, és ő ez a jel lesz. Tényleg, és ezt tudod ki volt? Tényleg. Ez a Londell McMillan az ügyvédje, aki engem mentett meg később. Azt találta ki, amikor a Prince azt mondta, hogy úgy szerzi vissza a jogait, hogy akkor hogy ő nem Prince-nél, hanem szimbólum. Így van. Wow! Zseni. És akkor jött ez, ez a menedzsmentes para, és akkor itt már ismerted a Prince-t. Igen, és ő mondta, hát sajnálta nyilván a helyzetet, mert látta, hogy mi folyik körülöttem, de ott volt ugye Jimmy Jam and Terry Lewis, tehát én velük elkezdtem dolgozni, nem tudom hány dalt csináltunk együtt, tehát hogy az egész ilyen kis közösség így bezárult. Tehát Jimmy Jam and Terry Lewis szerintem 4 olyan dalt csináltam, amit úgy sajnálok, hogy soha nem hallotta senki, de majd egyszer, nem tudom, kiadok. Persze. Egyszer ki kéne adnom, mint a meg nem jelentett 800... Bútlekként szór ki az utcára. Tényleg dal, de tényleg csak kirakom, hogy hallgassátok már meg. Engem rohadt érdekelne egyébként. Én egyébként fogok mutatni neked dolgokat. Na, mert, nagyon mert jó. Muszáj, mert nagyon muszáj. Nagyon kíváncsi vagyok. Úgyhogy így kerültem így, és akkor ugye volt az Eric Benet, aki szintén támogató volt a Jimmy Javenter, annyira cukik voltak. Esküszöm, hogy akkor nagyon-nagyon kemény volt már a balhé, tehát hogy nekem én is anyagilag a padló alatt voltam. És nem tudtam hazamenni karácsonykor. Aha. Nem volt pénzed, repedje? Már semmi nem volt. Aha. Hát ahhoz csúnya volt. Aha. Na mindegy. És ott kellett maradnom, és emlékszem az egész stúdióba, ott volt a Jimmy Jam, Terry Lewis, Chaka Khan, meg még nem tudom kik voltak, és felállítottak a stúdióba egy karácsonyfát, és odahoztak, mindenki főzött, és csináltak egy közös karácsonyt, hogy én is ott legyek velük. Édesem, de cuki. Tehát, hogy így... Az nagyon... Tehát ilyen második családom lett. Hihetetlen, tényleg. Úgyhogy hálás vagyok, hogy tök mindegy, hogy alakult, tehát, hogy ilyen az élet, néha vannak ilyenek, tehát nagyon sokan nem tudják, hogy ez nem úgy működik, hogy ilyet csinálunk, persze, aztán befutunk. Ezzel akartam erről beszélni, mert az a baj, hogy a legtöbb újság, aki interjúzik veled, az azt gondolja, hogy na, ha Amerikában valaki karriert kezd, az úgy néz ki, hogy akkor rögtön megy a Jimmy Fallonba szerepelni, meg a Roots-szal fog játszani, persze, meg ilyesmi. Igen. És mert engem ez érdekelt, mert azért én talán kicsit jobban vágom nagyjából, hogy működhet a háttérbe, de hogy akkor ezek szerint olyan szinten megromlott a kapcsolat a kiadó és a menedzsment között is, hogy gyakorlatilag a kettőjük balhéjának te ittad meg a levét. Igen. Viszont az a szerencsém, és ezt le is kopogom, hogy a mai napig nagyon-nagyon jó kapcsolatom maradt a Monty Lipman-nel. Ő tudta nagyon jól, hogy mi folyik a háttérben, sajnálta is az egészet. Aha. Tehát, hogy nyilván ez egy biznisz neki, persze, de hát én voltam a fiatal lány, akinek így alakult. Igen. És a mai napig tartjuk a kapcsolatot, hogy e-mailt írok neki, azonnal válaszol, tehát hogy tök jó dolog, úgyhogy tök hálás vagyok, mert eszméletlenül sokat tanultam ebből az egészből. Én nekem majd álmom lesz, hogy majd legyen nekem is egy olyan lehetőségem, hogy másokat felkarolni, hogy tudjam védeni őket az ilyen helyzetektől, mert hát azért megtanultam én, hogy milyen ez a szakma. Igen, azt hiszem, túl sok magyar zenész nincs, akinek van ilyen szintű tényleg személyes tapasztalata ezzel kapcsolatban. Megmondjuk azt is hozzá, hogy azért most már talán egy picit idézőjelben könnyebb abból a szempontból, tehát, hogy érted, most már
Egy Adele-nek senki nem mondta meg valószínűleg, hogy fogyja el, érted? Egy Missy Elliott-nak nem mondta meg senki. Még merték is volna megmondani Missy Elliott-nak. Merték is volna, így fontosan. Egyébként tegyük hozzá, hogy vagy egy Billie Eilish, aki azt mondja, hogy nem vagyok hajlandó feszülős ruhákat hordani, mert nem érzem magam ebben jól. Most már ez egy, sőt, mondok még dolyan. Most már nem is kell olyan kiadó, nem. Hogy csinálj egy lemezt. Ez az igazság, hogy ugye teljesen megváltozott a zeneipar. Jó is, meg rossz is sok mindenben. Talán én voltam az utolsó abból a régi módszerből, hogy ötlemezes szerződés, és akkor mi találjuk is, mi fogjuk megmondani, és te így fogsz kinézni, és így fogsz. Az már nem létezik szerencsére. Ugye mai világban, az internet korszakában lehetőség van sok mindenkinek előjönni. Nyilván ott most már máshonnan kell, marketingre kell pénz, mint az állat. Tehát, az biztos. Hogy itt most már megfordult a kocka, de nem tudnak beszólni abban, hogy legyél 50 kiló és szőke, hanem, tehát hogy most a már más. A bozon a balhé lenne egyébként most már. Most már balhé lenne belőle. Persze, úgyhogy szerencsére én szerintem nem is rossz, hogy ez így alakult, sőt, teljesen más emberként jöttem ki ebből az egészből, tehát nagyon-nagyon-nagyon sokat fejlődtem, nagyon sokat változtam, nagyon sokat tanultam, nagyon sokat fejlődött az írásom. Tehát tök más dolgok jönnek ki, sokkal őszintébb dolgok jönnek ki, mert hát sok mindent éltem át. Persze, voltak nagyon-nagyon csúnya dolgok, nagyon nehéz dolgok, de én hiszem azt, hogy minden mindig úgy történik, ahogy kell. Járhattam volna sokkal rosszabbul is. Ezt akartak kérdezni, hogy egyébként, bocs, hogy ilyen kapcsolati rendszeret, a Mountain Eatman mindig válsz az e-mailjeidre. Nézd, ez a podcast is univerzálos. Én nekem valószínűleg nem fog válaszolni Mountain Eatman, hogy válaszol, akire írnak egy e-mailt. Szóval, hogy ilyen kapcsolati tőkével, hogy Prince, meg a Sly and the Family Stone, és producerek, és tehát, bocs, és most nagyon direkt, provokatívan fogom feltenni, mit keresel még itthon? Ez egy nagyon jó kérdés. Az az igazság, hogy annyi mindenen mentem keresztül, hogy nekem kellett egy kis idő, hogy ezt mind helyre tegyem magamban. Nem volt véletlen, hogy így alakult az egészségem. Nem volt véletlen, hogy ezek mind így sorban történtek. Nekem kellett egy idő, hogy átgondoljam azt, hogy egyáltalán mit akarok. Mert amikor ennyi idő keresztül ennyi pofon ér, és közben nem is azért kezdtem el énekelni, nekem át kellett gondolnom azt, hogy na várjunk, most akkor akarom ezt az életet, vagy azért fogok énekelni, mert ez nekem jó volt eddig, vagy most mi van? Tehát nekem kellett sok idő, hogy ezt így eldöntsem. Közben én mindent megtettem, hogy aki körülöttem volt, hogy segítsek. A Viktornak, ugye a Mantinak szóltam, hogy könyörgöm, legyen már neki egy meghallgatása a Voice-on. Hát és milyen gyönyörűen alakult neki. Tehát hogy tök jó, hogy ezeket ilyenre tudom használni, de nekem kellett idő, hogy ezt átgondoljam, és hogy akarom-e. És gondolom, azt sejtem, hogy kicsit arra juthattál valószínűleg, hogy ma a popsztárság lehet, hogy nem neked való. Nem. Soha nem is volt való. De közben ehhez képest meg tök sokat szerepelsz a bulvár sajtóban. Szóval, ami meg egy olyan dolog, tudod, hogy most így veled beszélgetek, és tényleg Prince-ről beszélgetünk, és Sly and the Family Stone-ról, és Motown-ról beszélgetünk, ezekről én nem hallottak téged nyilatkozni sajtóban. Hát az az igazság, hogy én tök őszintén már nem is nagyon nyilatkozom bulvárba, csak jönnek ki újra meg újra, tehát újra hasznosítom a cikkeket. Fognak egy Instagram bejegyzést, akkor pontosan, tehát hogy nem arról van szó, hogy feltétlenül hívnak, és hogyha már hívnak, és elkezdik, tehát most is ma reggel hívtak, hogy akkor van egy olyan, hogy beszéljünk, mit tudom, a pajzsmirigyről, meg a nem tudom miről, és mondom, ne haragudj, de kezdte le lenni a tököm azzal. Úgyhogy nem. Tehát, hogyha tudunk beszélni szakmáról, szuper. Még ráadásul, hogy most vagyok újra színdarabban, az Operaház Fantomja óta nem voltam színdarab. Tehát, hogy lenne miről beszélgetni, de nem beszélgettünk erről. Mindig ugyanazok keresnek, mi? Igen. Viszont most tartok ott, hogy két évvel ezelőtt írtam meg egy zenei anyagot, ami nagyon közel áll a szívemhez. Kicsit más. Ez album, vagy musical, vagy? Ez egy albumszerűség, de EP mondjuk így, mert nem egy kis. Egy ilyen 5-6 számos. Igen. Tehát, hogy volt egy időszak, ahol nagyon ki kellett, hogy jöjjön belőlem ezeket. Majd nagyon szívesen megmutatom neked, hogy arról van szó. Ott tartok, hogy oké, angolul van, oké, picit más világ, mint amit megszoktak tőlem,
de ezt szeretném. Tehát, hogy ez vagyok én, ez a mondani valom, itt tartok most, ezt próbálom így szépen megcsinálni. Ha szeretik, szuper, ha nem, angol nem. Vagy magyar? Ez a, én csak angolul tudok írni. Aha. Próbálkoztam magyarul. Aha. Botrány. Tehát, hogy ezért tudni kell, hogy jól vannak a határok. Nekem van rá okod, mert van egy csomó olyan magyar előadó meg zenekar, akik angolul próbálkoznak, miközben itt nőttek fel, és hallani rajta, na hát legalább van autentikus hatása. Igen, érted. Tehát, hogy én egyszer próbáltam, tehát, hogy szoktak ilyen önironikus, ilyen kever, nem így tudom én, csavar van benne, olyan soraim lenne, na, lenni, vagy nem tudok beszélni más, semmilyen nyelven, de mindent szoktok ilyenek lenni, és megpróbáltam lefordítani magyarra, és egyszerűen nem működik, bármennyire próbálkozom vele, úgyhogy én ezzel küzdök itthon, mert ott van bennem, hogy mit akarok mondani, és én ki vagyok, de még nem tudtam ezt így megformálni. Angolul, oké, persze ez így megy, nekem még ráadásul ugye másoknak is írok, szóval Ezt akartam kérdezni egy kicsit, igen, mert hogy rólad szerintem viszonylag kevesen tudják azt, hogy gyakorlatilag ilyen alkalmazott zenészként is, vagy dalszerzőként is dolgozol, szóval, hogy amellett, hogy nyilván szerepelsz énekesnőként is különböző műsorokban, meg felbukkansz a konyhafőnökben, meg ilyesmi, amellett egyébként te, mert hogy tudom, a magyar ember az sokszor olyan, hogy azt gondolja, hogy te abból élsz, hogy elmész a konyhafőnökbe, és akkor főzöl, tudod? Aha. De hogy akkor így elkérdeztek erre, hogy te amúgy hogy, miből élsz? Mert hogy tudom, hogy nagyon sutyú így a kérdés, de hogy arra akarok kiukadni, hogy én úgy tudom, hogy te azért a háttérben tök komolyan részt veszel dalszerzésben másoknak. Abszolút. És ez az utóbbi pár év pont akkor, amikor egy picit visszavonultam, mint énekesnő, akkor fejlődött ki ez igazán. Addig is írtam, de nem volt bennem az a vágy, hogy igazán teszteljem magam egy olyan helyzetbe, hogy mit tudom én egy férfinak írni az ő szemszögéből. Vagy, tehát, hogy ez egy totál új dolog volt számomra. És most egy pár ilyen... Volt ilyen? Igen. És hogy írsz egy férfi szemszögéből egy dalt? Megismertem a gyereket, férfit, nem tudom, hogy mondjam, fiút. És ugye én csak fiútásokkal nőttem fel, tehát megpróbáltam egy picit ebben az ő cipőjükbe belerakni magam. Nyilván volt a visszajelzés, hogy ez működik, ez nem működik. Ez egy tök jó tanulófázis volt, még ráadásul ő a Holland Voice-nak a nyertese volt, és már megy is a rádióban ez a dal, amit írtam neki, úgyhogy tök jó. Úgyhogy ez igen, ez akkor fejlődött ki igazán, amikor én úgy azon voltam, hogy egyáltalán akarok-e énekelni, tehát hogy ez megéri nekem ez a sok szenvedés, meg fájdalom, de közben az van bennem, hogy basszus, van mondani valóm, szeretném ezt folytatni, nekem nem fontos az, hogy pontosan milyen szinten, tök jó, hogyha minél többen hallgatják, szeretik, erőt merítenek belőle, tanulnak belőle, tök jó, de nem feltétlenül az van bennem, hogy akkor most nem tudom, kinek kéne lennem. Nem is volt soha. Aha. Ez igazából rám lett rakva. Tehát, hogy ez soha nem volt bennem. Akkor inkább egy ilyen, van benned egy ilyen produceri ambíció ezek szerint? Hogy, is. Aha. Mert is. Hogy nagyon sokat szoktam, főleg inkább underground zenészekkel beszélgetni arról, hogy Magyarországon nagyon hiányzik a produceri kultúra a lemez felvételeknél, hogy van egy zenekar, összeraknak egy próbaterembe 12 dalt, elmennek felvenni, és nem üteszük be azt, hogy mondjuk hívjanak egy tapasztaltabb zenész, hogy mondjuk a keverésnél segítsen, hogy azt mondja, hogy figyeljetek, ide rakjunk be egy kis, nem tudom, egy kis még több cint, ide fúvósokat rakjunk, hogy... Meg vannak énekproducerek is. Aha. Tehát, hogy ez is egy külön szakma Amerikában, hogy van, akit, amikor a Can't Let Go című dalomat vettem fel, a Rodney Jerkins-el, akkor az egyik leghíresebb vokál producer jött el, LeSean Daniels, aki sajnos azóta már nincs velünk, de tehát szürreális volt, hogy létezik egy ilyen szakma, és bejött ez a pasi, és azt mondta, hogy jó van, akkor ezt így fogod énekelni, ezt ilyen szinten, akkor ide rakunk, nem tudom, 4 szólamot, és szépen sorban, ja, hogy ez így is működik. Hihetetlen. Úgyhogy, és abszolút van, pláne popzenébe, erre van szükség, hogy mit tudom és én. Itt volt tapasztalod, mert viszont bocs, ilyen know-how-val a hátad mögött, ilyen kapcsolatod, ilyen tudással, nem érzed azt, hogy olyan, mintha itt Magyarországon, hogyha egy Trabanttal akarnál Forma 1-es versenyen indulni egy picit? Bocs, nem akarok bunkolni, csak hogy az van, hogy így baromi jó sztorikat mesélsz, látszik azt, hogy iszonyatosan felkészült vagy, és nagyon képbe vagy ezzel, és ott dolgoztál éveken keresztül ebbe a közegbe, és tudod azért, Magyarországon azért minden kicsit más, mindig kicsit kevesebb, meg kevésbé profi, meg tudom, mint mondjuk mint Angliában vagy Amerikában. Ez nagyon nehéz azért, mert én ugyanannyi
eszméletlen tehetséggel találkoztam itthon, mint kint. De mégse lesz belőlük világsztár. Én szerintem megmondom, hogy miben tapasztaltam a különbséget. Kint nagyon-nagyon nagy szó a teamwork. Uh-huh. Tehát, hogy ott a fő célnak az érdekében, tehát hogyha egy dalról van szó, hogy azt akarják, hogy ez a dal befusson, vagy megérdemli azt, hogy mindenki odafigyel, ők hajlamosak arra, hogy behívnak egy vocal producert, egy másik producert, egy 4 vagy 5 darab zeneszerzőt, uh-huh. mit tudom én, hány szövegírót. Tehát maga az, hogy mindenki egymást támogatja, nyilván azért, mert egy óriási piacról van szó, ahol mindenki tudna belőle enni. Tehát én értem. Persze. Viszont ezáltal teljesen más dolgok születnek meg, mert nem egóból van ez az egész csinálva, tehát ez a teamwork az arról szól, hogy mindenki összeáll, jobbá tegye a terméket. Maga a termék, maga a dal, tehát hogy a legjobbat tegyenek a dal. Én ezt az egyet tapasztaltam. Közben megvan minden tehetség itthon, sőt. Ki az, aki szerinted itthon egyébként, hogyha rendesen felkarolták volna, beleöltek volna egy rakáspénzt, és még szerencséje is van, ki az az énekes vagy énekesnő, aki szerinted a kvalitásai alapján egyébként alkalmas lenne erre? Sok van. Tehát sok ennyire van. Sok? Szerintem igen. Hát szerintem a Cserhátiból is lehetett volna bárki. A Gigivel mindig beszélek erről, ő szintén zseniális. Úgy a felségem is őt mondta egyébként pont. Abszolút. Aha. Öcsém. Jó, hát mondanom kell. Kállai zseniális. Tehát, hogy sorolni tudom, tehát nagyon sok, nagyon-nagyon-nagyon tehetséges ember van itthon. Nagyon fontos az, hogy mindenki megtalálja a mondani valóját, tehát ne akarjunk másokra hasonlítani. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy kint nem akarunk még egy valakire hasonlító valaki. Nem. Hát közben pont ezt csinálták meg a 2000-es években. Annak idején, mert most akkor már az divat. Nem, most már nem. Annak idején úgy hívták, hogy cookie cutter music, ugye? Szépen kivágjuk, mert ez működik, na akkor szupi, akkor ugyanúgy nézzen ki, ugyanaz a zene legyen, úgy énekeljen. Az akkor ez divat volt. Én nem értettem egyet vele, de hát ez volt. Manapság Isten ments. Tehát, hogyha mit tudom én, R&B zenét akarsz csinálni, meg kell mutatni, hogy te tudsz valami más belerakni, neked más a mondani valót, máshogy hangszereled, más a feel, mert másképp hogy tűnsz ki. Tehát, hogy ez a része nagyon fontos, meg hát nyilván a marketing, meg a pénz. Te mit fogsz még csinálni a következő időszakban? Mi az, amit tervezel? Mert igazából tényleg az van, hogy egyrésztről azok az infók, amiket itt elmondtam, meg az a tudás, amit így megmutattál, ezzel nyilvánvalóan itthon viszonylag behatároltak a lehetőségei. Pláne úgy, hogy azért tegyük hozzá, hogy azért itthon a hazai mainstream popzene, az azért egy az egyben a lenyúlása a nyugati trendeknek. Én nem nagyon tudok olyan előadót mondani itthon a nagyon menő popsztárok közül, aki olyan zenét csinálna, ami azt mondod, hogy na ez nem cookie cutter. Picit. Mert én azt érzem, hogy a Bayerex-et egy baromi tehetséges dalszerzőnek tartom, de azért látom meg, hallom azt, hogy ő nagyon jó érzéken nyúlja le mindig a legaktuálisabb trendekből a bizonyos Influenced részeket. Influenced by. Igen. Ezt úgy hívják. Igen. Aha. Figyelj, jó kérdés. Nem tudom. Ezért van az, hogy én ahhoz, hogy én boldog legyek, és újra megjöjjön úgy a kedvem, úgymond, nekem azokat a zenéket kell csinálnom, amik belőlem jönnek. És igazából per pillanat nekem nem oszt, nem szoroz, hogy ez most sikeres lesz, vagy nem. Nekem küldetésem az, hogy ezt megcsináljam végre, mert annyi ideig ültem rajta, és nem tudtam, hogy mit kezdjek vele, hogy ez most már elég volt. Nekem nagyon-nagyon fontos a magyar piac. Kérdezted is, hogy miért vagyok itt. Nem tudom megmagyarázni, hogy ez miért van bennem, de eszméletlenül erős bennem az a vágy, hogy tudjak még egyszer olyat is nyújtani, ami olyan az embereknek, hogy egy picit jobbá tegyem a napukat, vagy bármi. Tehát, hogy igazából nekem bennem van egy ilyen nagyon erős vágy, nem tudom miért. Egy ilyen bizonyítás vágy még itthon Magyarországon? Nem feltétlenül bizonyításról van szó, csak hogy érezzék azt, hogy azért értük is vagyok. Aha. Tehát, hogy nem... Tehát ez sem egy ilyen ó, most hogy sztár, vagy nem tudom mi. Nem, egyszerűen szeretnék még egyszer adni valamit, ami olyan volt, mint akár a Szerelem utolsó vérig. Bármi, valami, amire olyan dolgokat hallok, hogy úristen, erre lettem szerelmes, vagy úristen, erőt adtál nekem, ezt vagy hallod, bármi. Ezt hallod máig a korai zenéidre? Igen, hogy ezzel házasodtak, ezzel fogant a gyerek.
Köszi az infót. Hát lehet, hogy pici bácsó újra össze kell állni. Bármi lehet. Tehát, hogy van egy kettősség is bennem, aha, meg a színház is nagyon fontos, aha, része az életemnek. Nagyon szeretem, mert megint ott van ez a kettősség bennem. De most mit csinálsz, amikor nincsen se színház, se fellépések, se semmi? Mert most már több, mint egy éve. Mert hogy... Nehéz. Hát nyilván próbálok minél aktívabb maradni, tehát nagyon sok ilyen online zeneszerzési DJ-kkel, akkor a tesóval dolgozunk sokat, tehát úgy folyamatosan, aha, valamit csináljunk, mert bele lehet hűlni. Pláne azoknak, akik azért csinálják, mert ez az életük, tehát hogy nekünk az ilyen zene éltet, tehát hogy ez így nagyon-nagyon nehéz. Meg hiányzik basszus az örömzenélés, meg a... Nehéz. Volt most ugye nemrég a Charlie-val egy közös fellépésünk, a dalban léptünk fel, és a közös dalunkat énekeltük, a Játszom, ahogy a lélegzem, és az eredeti zenekarral, hát ezt nem tudom elmondani, hogy milyen élmény volt egy év után. Aha. Végre, tehát az igazi örömzenélés volt. Színpadon lenni Charlie-val, aki, hát azt tudjuk, meg maga az egész zenekar, tehát olyan energia jött onnan. A dalban hogy... élőben megy a zenekari rész? Melyik zenekari rész? A dalban, amikor... Hát ez... mi élőben vettük fel, persze. Persze. De, ja, mert hogy nekem egy csomószor az volt az érzésem, mint hogyha a dalnál ilyen fél playback-szerű megoldás lenne. Az igen, de mi voltunk az extra produkció, és akkor a Charlie-val mondtuk, hogy mi élő zenekarral szeretnénk. Hát ez nem mindegy, hogy mondjuk ti elragaszkodtatok egyébként. Aha. Ó, nagyon jó volt. Úgyhogy, úgyhogy hiányzik, és nagyon nehéz így. De hát mit csináljunk? Egyelőre ez van. Annyira szép volt, hogy levezetett, hogy te még szeretnél valamit így adni. Mutatni, adni. Viccen kívül, ez, nem tudom kiadni ezt a kérdést, hogy megkérdeznék mondjuk a Puskás Aréna avatóján, mennyire énekeld a himnuszt? Elvállalnád? Lehet. Kerestek azóta ilyennel? Nem. 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 Egyébként gondolkodtam rajta, hogy oké, miért ne. Nem tudom. Most... Az egy gyönyörű ilyen Redemption sztori lenne valószínűleg. Abszolút. Én szerintem meg kell találni akkor a megfelelő időt, meg helyet. Ennyi. Ennyi. Én nagyon köszönöm, Linda, hogy jöttél. Konkrétan felállt a szőr a kezemen, mert pont annyira jó lett, mint amire számítottam. Örülök. Remélem, hogy hamarosan már újra színpadra léphetsz, meg vége ennek a rémálomnak, ami van. Yeah. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt szívesen volt a vendégnek, nektek meg köszönöm, hogyha végignéztetek az adást. Ha tetszett, akkor iratkozzatok fel YouTube-on, meg lájkoljatok minket, meg adjatok 5 csillagot iTunes-on, meg Spotify-on kövessetek be, meg mindenhol kövessetek be, és szeretném megköszönni a Samsungnak, a Lenovo-nak és a Sennheisernek, hogy támogatták az adást. Hamarosan jövünk új vendégekkel. Én még egyszer nagyon köszönöm, Linda, hogy itt voltál. Szuper volt, és köszönöm még egyszer. Sziasztok!